Kiskó Halas közbiztonsága volt a témája a Beszéljünk róla magazin keddesti adásának. Dr. Bátori Gábor alezredes, a város rendőrkapitánya több témát is érintett. Azok a kilométer per órában meghatározott sebességhatárok, amik jelenleg Magyarország területén érvényesek, azok betartása az önmagában garanciát kell, hogy nyújtson arra, hogy a lehető legkisebb esélye legyen annak, hogy a sebesség túlépés miatt baleset, sérülés vagy anyagi kár keletkezik. Ezt tudomásul kell venni. Csak itt mindenki azt gondolja, vagy hát nem mindenki, de nagyon sokan, akik átlépik a sebességhatárokat, hogy majd azt ő meg tudja oldani. Az autója vagy a járműve az rendelkezik olyan technikai képességekkel, ami adott esetben még az ő hibáját is kivédi. Ez mindaddig igaz, amíg be nem következik a baleset, és higgyék el, számtalan baleset elkövetőjével vagy okozójával beszéltem már, egyik sem gondolta volna, hogy ő ott akkor azon az útszakaszon balesetet fog okozni. Tehát senki nem így indul el útnak, hanem ahogy már mondtam, ezzel fordított szerencsejátékkal, velem ez úgysem fog megtörténni. De az élet meg nem ilyen. Az élet a számon kéri az embert, és néha borzasztó tragikus eredménnyel kéri számon. Utána pedig együtt kell élni ennek a lelki és fizikai terhével, hogyha ilyen van. A magazinba szóba került a kiskunhalasi kábítószer helyzet is. Azt lehet mondani, hogy Kiskunhalason, mint mindenhol máshol az ország, ilyen mértékű, tehát ilyen lakosságszámú településén jelen van ez a probléma. A rendőrség minden lehetséges eszközével tesz annak érdekében, hogy ez a lehető legkevésbé legyen káros az itt lévőknek, mert ennek borzasztó, rossz, szubjektív, biztonságérzetet romboló hatása van önmagában a jogsértés tényén felül. Mi minden erőnk azon dolgozzuk, hogy ezt megfogjuk. Ezt azt kell látni, hogy ez nem kiskolosi sajátosság, ez egy ilyen a kábítószerrel kapcsolatos kérdésekben. Ez olyan, mint a hidra. Egy fejét levágja az ember, kettő nő helyette. De mi meg azért kapjuk az állampolgárok útján közvetetten a fizetésünket, hogy fellépjünk ez ellen. Illetve nem csak ez ellen, hanem a kábítószerhez kapcsolódó káros egyéb más jelenségek, és itt például utalnék a bódult állapotban való járművezetése is. A rendőrség célja az, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyék ezt a hivatást. Ennek érdekében a halasi kapitányság is sokat próbál tenni, ezért szervezték meg tavaly a Young Police Cup nevű rendészeti versenyt. Azt láttuk, hogy a gyerekek nem attól függetlenül, hogy rendészeti képzésben vannak, és ott képződnek, nem igazán ismerik mélységében a rendőri munkát, hivatást, és ennek kapcsán kívánjuk ismereteiket bővíteni. Az meg természetesen minden gyereknek jó, hogyha ezt egy verseny keretében is meg tudjuk tenni. Egy számos olyan feladat, versenyelem van, ami a rendőri hivatásos munka egy-egy részterületét reprezentálja, és annak megfelelő elvégzésével tudja a jó eredményeit elérni. Ez annyira jó sikerült az első, hogy ahogy visszahalljuk az oktatóiktól, a gyerekek köréből az első Young Police Cup megrendezését, mai napig is beszélnek róla, és gondolkodnak, hogy de jó is volt, és milyen klassz élményekkel gazdagodtak. Ezt ragadtuk meg azáltal, hogy idén is megrendezzük, most már második alkalommal ezt a versenyt.